Achtung!
német, szó ezt valamikor tanultuk, vagy egy második világháborús filmben volt, hát, de naci. Nekem az Achtung című képet az nagyon tetszett, nagyon kifejező volt. Tehát, hogy az, nem, az tényleg jó. Az tényleg jó. Jó, oké, bocsi. Lozi. Tehát lehet, van ez az oldal, valaki akkor a formákat néz meg, az a figura, ami lótuszülésszerűségben nem tud lótuszülni, és magát okozta, mindegy. Az a figura, az így tartja kezét, az engem, tehát hogy az mély benyomás legyen. Benne ez a mély benyomás, meg kifejez ezek jó szavak, mert így gyakorlatilag bármit jelent. Hát, ezekkel érdemes oda menni Lacihoz, és hát mit tudom én ezt elmondani neki. Na most, hát ugye ezek vagytok ti, ezt tudjátok produkálni. Na de, én minek, hát én is ezt tudom, de hogy én minek vagyok itt, ugye valamit ki kell találni, valamire fel kell fűzni ezt a gondolatot, ugye. Hát ugye vannak, akik ilyen művészettörténésznek nevezik magukat, és akkor mondanak mindenféle szecessziós, meg ilyen, amiket éppen akkor kitalálnak szavakat, és akkor azt mondják, hogy ez ilyen és olyan stílus. Na hát nyilvánvalóan én nem ez a személy vagyok, és hát nincs ilyen ismerőse Lacinak, mert akkor ő mondaná. Van, aki ilyen humorosabb dolgokat mond, hát még ez a pont se következett el, de igyekszünk. És illetve van egy harmadik személy, aki valamilyen tudományos dologra szeretné felfűzni a dolgot. És órákat tölt el különböző könyvtárakba, vagy inkább csak a Wikipédia előtt, hogy beüti azt, hogy fókusz. Mit jelent az, hogy fókusz? Különböző találatok jönnek ki, és hát most fókusz, miért ez a címe ennek? Körbenézek, ott egy ember, ott néhányan ülnek, ott ilyen víz, meg van boltszerűség, nem tudom. Hát ez miért fókusz? Lövésem sincs, hogy miért fókusz, de a kutatások során szépen utána lehet menni a dolognak. Ugye? Hát volt valami a fizikai 7. vagy 8. tankönyv, hogy mennek ilyen vonalak, így átmegy, és akkor úgy ott egy tárgy. Na, ez valami ilyesmi a fókusz. Azt hiszem, hogy ez így érthető. Vagy, tehát hogy ez a fókusz, hogy valaminek az élessége, vagy a kamerán lévő izé, az a szutyok, amit ott húzogatni kell? Ugye az is lehet a fókusz. Ez lenne a címe? Sajnos nem. Ugye, hogyha visszamegyünk egy picit az időbe, egy másfél évtizedet, ugye a megmaradt örmény kereskedőből, az Árpádházi örmény kereskedőből egy új vállalat jött létre, vagy ők létrehoztak egy új vállalatot. Ennek a neve, ez egy kereskedelmi tévé lett, ugye meglepő módon, hogy az RTL klubot létrehozták, és ott létrehozták a Fókusz című műsort. Ugye látszólag nagy a távolság a kiállítás és a e-magazin műsor között, de van kapcsolat, mert kivezette a Fókusz című műsort. Ugye mindjárt tudjuk a választ gyakorlatilag, Matiz András. Ugye? Innen már, aki kicsit jártasabb a különböző történelmi dolgokba és jobban bújta első Monsanto bíborosnak a leveleit, amit Konstantinápolyban nem írt meg. Tehát, hogyha ezeket jobban átolvassa, akkor egyértelművé válik, hogy ki volt ez, ki ez a Matiz András, miért ez a neve? Ugye két részből áll, az egyik a vezetéknév, a másik a keresztnév. A vezetéknév az, hogy Matiz. Ugye ez most úgy sok minden nem jelenthet. A másik az, hogy András. Na az András, ez egy érdekes dolog. Van valaki tudja, hogy mit jelent az a név, hogy András? Persze nem tudjuk, mert azt jelenti, hogy semmi. Nem jelent semmi. Tehát most ezzel a névvel, ugye gondoljunk vissza a történetbe, a harmadik András, mi történt? Kihalt az Árpád. Tehát ez egy igazi lúzer. Második gyengítette a király hatalmát, első András, fogalmunk sincs, hogy ki volt első András, Béla volt a testvére, akire rászakadt a tról. Ez semmi. Ez semmi, meg valami kapcsolata lenne a fókuszhoz. Nincsen kapcsolata. Tehát a Matiz név lesz a megfelelő. Hogyha a honfoglalás korig visszamegyünk, ugye a Kürgyarmat nevű törzshöz, akik, hát ugye miből áll az, hogy Kürgyarmat? Hát két részből, Kürt és Gyarmat. Ez a nép valahonnan, vagy hát törzs, valahonnan vándorolt. Na de honnan vándorolt?
elmondom, az Indus környékéről vándorolt a Kürgyarmat nevű törzs egészen, hát ugye Etelköz, hát nem tudjuk, hogy hívták ezeket, kitaláltak én mindenféle mozaik szavakat, Etelköz, meg Levédia, és akkor utána bejöttek a Kárpát-medencébe. Tehát ezek a Kürgyarmatok közé tartoztak a batizók. Na most a Kürgyarmaték, ugye ezt később kapták ezt a nevüket, az Indus völgyébe mentek le gyarmatosítani olyan területeket, hogy elég kevés helyen le, ugye a legfontosabb beszédeszköz, vagy hát akkor még nem volt Facebook telefon, kürttel kommunikáltak az emberek, és ott lehetett kürtöt kapni, de azokat a népeket gyarmatosították, ahol a kürtöt lehetett kapni. Most kürtöt három helyen lehetett kapni, az Induson túl, az Induson innen, és hát az Indusban. Az Indusban lévő kultúrák, hát benne éltek az ilyen vízi akvakultúrák. Ilyen akvakultúrákat gyarmatosítottak a batizok. Na de a batizok mik voltak valójában? Ők látták meg, hogy hol vannak a kürtök. Tehát, akik látták a kürtöket, azok látták azokat a dolgokat, amik a dolgok mögött vannak, de azok mögötti dolgokat már nem látták. Tehát, ezek a személyek látják a dolgok mögötti dolgokat, ez függ össze a Fókusz nevű kiállítással, és hát a batizókkal, és hát a lacikkal, mert, hölgyeim és uraim, két ember él a Kárpát-medencébe, aki a dolgok mögötti dolgokat látja, de az ott mögötti dolgokat már nem látja, azok az egyik a Batiz András, ugye ezt már elmondtuk, a másik pedig Fülcsik László. Ide nyilván jönne még valami poén a végére, de azt már nem lehet kitalálom. Hát a korábbiak se nagyon, de hát akkor fogadjátok, így tapsoljátok meg őt, és hát fogadjátok nagy szeretettel, nézzétek végig az előírtak szerint a képeket, és nem tudom, taps. Köszönöm szépen. És most Laci a valódi megnyitóban, mert én csak egy vendég voltam. Ennyi az egész. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nézzétek meg a képeket, és aki akar kérdezni erről, vagy róla, jöjjön oda hozzám meg közöttel. Ennyi. És boldog szülinapot a Bálintnak. Boldog szülinapot a Bálint. Ez a kiállítás. Ja. De miért csinálni, hova nézi a róla készült képet?